Szabó László a Fejérvár megyei területi választási bizottság elnökének választási tájékoztatójával kezdődött a vármegyei közgyűlés alakuló ülése. Mint az elnök elmondta, a választás eredményeként a 20 fős közgyűlésből 11 mandátumot kaptak a Fidesz képviselői, Molnár Krisztián, Vilmek Tibor, Tóth István, Sükös Tamás, Gölics Ildikó, Kozári Kristóf, Cahesz Gábor, Szabó Tibor, Kis Norbert Ivó, Molnár Tibor és Jakab Rózsa. A Mi Hazánk mozgalom 3 mandátumot szerzett, a közgyűlésben kapott helyet Árgyelán János, Géber Lajos és Schmidt Roland. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt 2 mandátumot szerzett, Paszicsnyek János és Berényi Gábor, míg a Demokratikus Koalíció szintén 2 mandátumot kapott, Kertész Éva és Ecsödi László lett a képviselő. A Momentum mozgalom 1 mandátumot szerzett, az időközben lemondott Molnár Dániel helyére Szikra Soma érkezett a testületbe. A Válasz Független Civilek Fehérvárért Egyesület 1 mandátumot kapott, Szili Csaba Gergely képviselő került a közgyűlésbe. Magyar nemzet javára gyakorolunk. Az alakuló ülésen újra bizalmat kapott Molnár Krisztián, a közgyűlés eddigi elnöke, így újabb 5 éves ciklusát kezdheti meg a testületben. Az elnök székfoglaló beszédében értékelte az eddigi 5 évet. Célkitűzésünket teljesítettünk, ami az volt, hogy a Fejérvár megye mind a 108 települése lakossága vonatkozásában próbáljunk meg minél több olyan fejlesztést megvalósítani a vármegyében, ami az ott élők életkörülményeit javítja, komfortérzetüket növelik. Ezt számszerűen is egy szép eredménnyel tudtuk zárni. Ezen túl, ami számunkra nagyon fontos volt, komoly lépéseket tettünk azért, hogy itt a vármegyénkben, Szent István vármegyéjében a nemzet és a keresztény kultúránk védelme az megmaradhasson. Egy-egy próbálkozástól eltekintve, hála jó Istennek, nem is volt kísérlet ennek megváltoztatására, és számos fontos önként vállalt feladatot is megvalósítottunk, illetve elkezdtünk. Ezeket szeretnénk folytatni a most kezdődő ciklusban is. Molnár Krisztián a beszédében a jövő feladatait is összefoglalta, mint mondja, a legfontosabb, hogy folytassák a megkezdett munkát és tovább haladjanak a Szent Istváni úton. A terület és településfejlesztés operatív program folytatásából TOP plusz néven eddig 21,76 milliárd forintot kötöttünk le, 73,4 milliárd forint a vármegyei keret. Ez azt jelenti, hogy még van mintegy 5,5 milliárd forint olyan pályázatunk, ahol már döntést hoztunk, de kihirdetésre még nem került. Tehát mindösszesen nagyságrendek 46 milliárd forint az, amit 2027-ig a településekre kívánunk még fordítani. Ebből főként útfejlesztések, kerékpárutak kiépítése, a közterületeknek a rendbetétele, felszíncsapadék vízelvezetés történhet, ellátórendszer fejlesztés, óvoda, bölcsőde, iskola, épületenergetikai beruházások. Az alakuló ülésen megválasztották a 2 alelnököt is, Vilmek Tibor főállású foglalkoztatású alelnökként, míg Szabó Tibor társadalmi megbízatású alelnökként vesz részt a közgyűlés munkájában.